Mit kell tudni az utcák elnevezéséről? Vonatkozik erre valamilyen szabály? Az időben ez változik. Ha valaki kíváncsi arra, hogy Nagykanizsán történetek, hogyan alakultak ki az utcák, akkor neki tudjuk ajánlani azt a csodát, amit holmi.nagykar.hu-nak hívunk, és Tarnac a munkája, ahol az utcák története is el van mesélve, meg az utcák elnevezése is, ahogy, ahogyan változott, elolvasható. Úgyhogy az utcákról alapvetően tudjuk, nagyon sok történetet tudnék mesélni arról, hogy a Teleki utcának a neve hogyan alakult ki, de az, hogy... Pontosan mi a neve valakinek, vagy útnak, vagy utcának nevezik, ebben nagy a bizonytalanság. Van, van egy eredeti elgondolás, az úgy osztaná meg a funkciót, hogy az út az, amelyik valahonnan, valahova vezet. Tehát az az út, amelyik mondjuk Nagykanizsáról, Mihádra, vagy Galambokra visz. Tehát ez az út elnevezés. Amelyik a utakat összeköti, tehát a, a sugárirányú mozgások között a, az összekötetés hozza, az pedig az utca, tehát ez az alap elgondolása a, a valaha, de ez sajnos ez elhalványult, tehát ha ma valaki meg akarja nézni egy utcának mi a hivatalos neve, akkor meg kell tudni. Ennek is utána néztem, hogy ma hogy lehet megtudni. A polgármesteri hivatalban adnak tájékoztatást erről, euh, még pedig a a főépítész e, irodája tudja megmondani, hogy az utcáknak milyen hivatalos neve, de ha valaki az interneten szeretne tájékozódni egy utcának, pontosan milyen hivatalos neve, akkor például javasolom azt, hogy a országgyűlési választásokon használt e, választási körzeteknek a felsorolását nézze meg, mert az is egy hivatalos jellegű, és ott pontosan benne vannak a, úgy tűnik az utcáknak az elnevezései. Tehát az, hogy ma valamit útnak vagy utcának nevezünk, az bizonytalan. A, például a város az utóbbi időben, amikor a, a nak az elnevezését csinálta, úgy tűnik, hogy ott az út elképzelést favorizálta, más esetekben pedig mondjuk az Addi utca, az pedig ugye út volt valaha az vezetett Miklósa felé, ma utcának nevezzük. Tehát ebben nagy a bizonytalanság, csak a hivatalos dokumentumokból lehet ma megállapítani. De az is érdekes persze az utcáknál, hogy változik maga az utca elnevezése is. Mondjuk a Teleki utcát, hozom példaként, annak mond Soproni utca a neve, ugye megkérdezhetik, hogy miért Soproni utca, hiszen az más irányban van. Azért, mert a Soproni uh, Disznó kereskedők azok ott szoktak megszállni. De hát természetesen is Kaposvári útnak, uh, és hát hívják Teleki útnak, azt meg éppen Halis Istvántól tudjuk, hogy... Uh, hogy, hogy miért lett Teleki utca a neve, ha érdekes, szívesen elmesélem. Tudunk erre példákat, hogy változott ez, hogy út vagy utca az, az elnevezés hivatalosan? Hát ezt meg kellett volna nézni külön, nem tudom megmondani, hogy változott-e, de azt tudom mondani itt a térképen, itt a könyvtárban, hogy ma a fő útnak nevezzük a a fő utcát, és a, az 1800-as évek elején készült kis térképen pedig fő utcának nevezzük. Tehát ez biztos, hogy változott az út és az utca elnevezés változott. Tehát ez is történetileg alakul és változhat.